Köszöntöm a TV21 ungvár nézőit. Az egyesült kistérségek megalakulásával a közigazgatási rendszer is átalakul Ukrajnában. A járási adminisztrációk létszámcsökkentése már 2020. január 1-től életbe lép. A megyei adminisztráció is átalakul prefektúrává. Ezekről a reformokról beszélgetünk ma stúdiónkban Rezes Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal nemzetiségi és vallásügyi főosztályának vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ezek a reformok milyen szempontból miként érintik a főosztályt? Mindenek előtt előre kell vetíteni azt a tényt, hogy a közigazgatási reform most egy olyan stádiumba érkezett, ahol egyelőre csak a kistérségek egyesüléséről beszéltünk konkrétan a megyei közigazgatási hivatalnak a megreformálásáról, vagy pedig, hogy mivé fog átalakulni, hogyan fog majd működni, még konkrét, eh, konkrét törvény még, még, nem határozza meg. Úgyhogy csak találgathatunk azokból a, azokból a hírekből, amik a központi sajtóban lejönnek, hogy hogyan is fogunk majd működni, hogyan is fog ez az egész majd működni gyakorlatban. Egy, amit biztosan tudunk, hogy 30%-os létszámcsökkentésre számíthatunk január 1-től, ha megyei szintről beszélünk. A gyárási adminisztrációk ré részéről ez a szám ugye nem 30%, hanem majd megközelíti az 50%-os 50 határt. A <coughs> közigazgatási hivatalom belül ez a 30%-os létszámcsökkentés is belső struktúra átalakulással fog majd járni. Ami azt jelenti, hogy a központi hatalom példájára ugyan, úgy, ahogy Kievben átalakultak a minisztériumok, ugyanarra a példára gondolom csak ugyanarra a példára fognak átalakulni itt a közigazgatási hivatalom belül található főosztályok is. Szóval lehet, hogy össze lesznek vonva, lehet az, hogy, hogy külön lesznek választva különféle blokkok közig vagy kereskedelmi, vagy kulturális, vagy oktatási, ifjúságpolitikai, ugye mint a minisztérium is, ahogy Kievben megalakult, a, az újonnan megalakult minisztérium a kulturális, ifjúságpolitikai és sajtóminisztériuma. Úgyhogy ebből következik, hogy több mint valószínű helyi szinten is, megyei szinten is a, 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 az ifjúságpolitikai osztályt össze fogják vonni a kultúráért kulturális felelős osztálya. Ami a nemzetiség és vallásügyi főosztályt, vagyis a mi osztályunkat érinti, gyakorlatilag milyen egy kicsit más volumenben vagyunk érintettek ebben a reformon belül, mivel ez év augusztusában kormányrendelettel létre lehet hozva egy központi szerv, ami a országos szinten foglalkozik majd a kisebbségi, nemzetiségi és a vallásügyi, vallásügyi kérdésekkel. Ami gyakorlatban annyit jelent, hogy a kisebbségű és nemzetiségi nemzetiség és vallásügyi osztályoknak a tevékenységét kivonják majd a, a most még megyei adminisztrációk hatásköre alól, a jövőben, pedig majd ugye, amint én értelmezem és következhetni tudok ezekből a dolgokból, a prefektúrák vonzásköre alól is ki fogják vonni. Hogyha most a megyei kisebbség és vallásügyi főosztály a megyei közigazgatási hivatal struktúráján belül működik. Szóval első neki van alárendelve. A büdzsét a megyei közigazgatási hivatal határozza meg. A létszámát hányan dolgoznak, az most helyi szinten dől el. Akkor a jövőben arra kell -e számolni majd, hogy ez központosított lesz, és ki ebből fogják majd meghatározni a létszámát, a főosztálynak az irányvonalát, a stratégiát és a működését. Ami nem biztos hogy jó, és de nem biztos, hogy nincs rá a tény, hogy ez rossz lesz majd ránk nézve, mert ugye ezt a dolgot már régóta kérjük. Szóval egy ilyen országban, sok nemzetiségű országban mindenféleképpen kiemelten kell kezelni a nemzetiségi kérdéseket, fokozottabban pedig a vallásügyi kérdéseket, mert tudjuk az utóbbi évek történései alapján tényleg mindenki ráébredt arra, hogy a vallásügyi dolgok az stratégiai fontos politikai tényezővé váltak az országban. Ezért, hogyha egy kiemelt figyelemmel, figyelemmel kísérik ezeket a dolgokat, és kiemelt figyelemmel foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, ez mindenféleképpen jó. Most ö, konkrétan, ami a megyénket érinti, még rá szeretnénk térni arra, hogy nagy reményeket fűzők ahhoz, hogyha ez központosítottan lesz, és, és kiemelten lesznek ez, lesz ezzel a foglalkozva, akkor lehet, hogy a, a finanszírozása is kicsit ö, jobban fog történni, ö, állami szinten lesz elfogadva a program, amin belül normális ö, anyagi, hát tudnak biztosítani az ilyen osztályoknak a működésére, és azokra az irányvonalaknak a teljesítésére, ami a vallás, illetve a kisebbségekkel foglalkozik. Mivel a jövőben ki központilag foglalkoznak majd a ö, nemzetiségi kisebbségek kérdéseivel, milyen hatással lesz ez ránk kárpátaljai magyarokra? Mindenféleképpen rátérnék arra a dologra, hogy, amit az előbb is említettem, hogy <coughs> egyik szempontból jó. Mert reményeim szerint, hogyha kiemelten fogna foglalkozni ezzel a dologgal is. Központból lesz majd az irányvonalak eldöntése, akkor szerintem anyagi hátteret is fognak biztosítani azokra a programokra, állami szinten, amik a kisebbségeket érintik, azon belül a magyarokat is. Hogyha más szempontból közelítem meg ezt a dolgot, akkor viszont arra a következtetéssel juthatok, hogyha eddig sikerült itt helyi szinten, lokális szinten, kormányzó szinten, vagy pedig az itteni kisebbségi vezetők szintjén megbeszélni, illetve megoldani olyan problémákat, amik felmerültek, akkor ez a jövőben sokkal nagyobb volumenű szinteken fog majd eldőlni, amihez ugye mindenféleképpen azt kell megértenünk, hogy ha a két ország közötti kapcsolat rendeződni fog, és politikai szinten közös nevezőre fognak tudni jutni a két ország vezetői, akkor szerintem ez ránk is pozitív hatással lesz. De hogyha ez nem fog így történni, akkor gondolom, de hát nem, nem, szeretném, hogyha, hogy ez itt történjen, de akkor teljesen más politikai irányvonalat fog vetni a kisebbségekkel kapcsolatos együttműködés és a kisebbségekkel való irányvonalak a továbbfejlesztés. Hát akkor csak bizakodva várjuk ne a változásokat. Éppen. Ugye a főosztály vallásügyekkel és egyházügyekkel is foglalkozik. Mennyire rendezettek a templomok tulajdon és földjogi dokumentumai, ugyanis ez is egy fontos kérdés. A kistérségek megalakulásával kapcsolatban. A főosztályunkon belül kiemelt fel, figyelmet fordítottunk eddig is a vallásügyi dolgokra. Az országunkban állami szinten, központi szinten, ami megtörtént, ugye a Pravoszláv Egyháznak a megalakulása, az Ukrán Pravoszláv Egyháznak a megalakulása. Kárpátalja az egyedül olyan megye, ahol nem volt ö, tömeges konfliktus, szóval nem, nem nőtte ki magát olyan konfliktusi szintre a két-három egyház közötti összetűzés, ami, mint, mint, például a más megyékben. Ezt is sikerült lokális szinten nekünk megold. Oldani. Ehhez ugye mindenféleképpen azt is hozzá kell tenni, hogy ez jellemző a kárpátai mentalitása szóval itt az emberek azért kicsit másként viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, mint egy fel a más régiókba. Hogyha az egyház ugye, tulajdonjogi kérdésekről beszélünk, akkor itt is kárpátalja kicsit más, mint a, mint a Ukrajna más részei. <kül> 1940-es évektől, 20. század 40-es évektől ugye minden egyes egyházi vagyon az állam tulajdonába került, és ezzel kapcsolatban jelentős lépések a Ukrajna függetlenségévé vállása után történt, amikor ugyanis a megyei végrehajtó bizottsági döntés alapján az egykori egyházi, egyházaktól elkobzott vagyont, azt visszaszolgáltatták az egyházaknak. Most sajnos azok a döntések, amik a 90-es években történtek, a 90-es évektől mostanáig eltelt majdnem 30 év, ugye ez a 30 év alatt kevés olyan öm, konkrét lépés láttunk arra, ami gyakorlatban segítette volna az egyházaknak, ugye ezt a visszaszolgáltatott vagyonnak a legalizációját, ami bizonyos foly ö, bürokratikus folyamattal jár együtt. Öm, én a jó magam részéről, mikor az a főosztály élére kerültem, öm, igyekeztem, és mostanáig is igyekszem minél, min mindent megtenni ahhoz, hogy gyakorlatban is segítsek, és akár jogi segítséget is nyújtsak azoknak az egyház közösségeknek, akik szeretnék intézni ezeket a, a tulajdonjogi viszonyokat. Most, hogyha országos szintről beszélünk megint, akkor a vissza, ami a megyei közigazgatási hivatalok, azon belül a mi főosztályunk hatáskörébe tartozik most a egyházi vagyonok visszaszolgáltatásával kapcsolatban, akkor csak a templomokról beszélhetünk. Semmilyen más olyan ingatlan, ami a templomoké volt, valamikor az egyházaké volt, valamikor tegyük fel a parókiák, vagy egyházi iskolák, vagy egyházi oldák épületének, sajnos mai napig nincs konkrétan leírva annak a folyamata, Nincsen központosítva, elfogadva egy olyan törvény, ami ezeknek a vagyonoknak a visszaszolgáltatását e, mutatná meg, hogy hogyan is lehetne ezt csinálni törvényes keretek között. Hogyha számokról szeretnék beszélni, akkor csak az utóbbi két évben több mint 25 e, templomnak sikerült, még amik nem voltak a 90-es évek végén e, visszaszolgáltatva az egyházközösségeknek, az több mint 25 templomnak a, a, a tulajdonjogi papírra is sikerült, e, e, sikerült elrendezni, sikerült megcsinálni ezeket. Ehhez jogi és gyakorlati személyes bármilyen segítségre számíthatnak rám az, egyház, ügyi, az egyházak vezetői, amivel meg is keresnek sok, sokszor, és igyekszem mindent tőlem telhetőt megtenni azért, hogy tényleg azt a bürokratikus folyamatot, ami, ami sajnos országomban most van ahhoz, hogy ezt meg tudjuk realizálni, tudjuk, azon próbálják nekik segíteni és egyszerűsíteni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további eredményes munkát kívánok!